Köszöntöm vendégeinket a Citizens Corner 2016 júliusi vitáján. A bizottság képviseletében Somogyi Zoltánt, a Kereskedelmi Főigazgatóság mezőgazdaságért, állat és növény egészségügyért felelős főosztályának vezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És az Európai Parlament képviselőit, Söpfrin Györgyöt és Csáki Pál képviselő urakat a néppárti frakcióból, és Meszerics Tamást a zöldpárti parlamenti csoportból. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Témánk tehát összefoglalóan a TTIP, vagyis az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi tárgyalássorozat, és hogy teljes egészében elhangozzon tehát a transatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség. A fókusz a mezőgazdaság lenne ebben a mai beszélgetésben, azzal a kérdésfelvetéssel, hogy kell-e félniük az európai gazdálkodóknak ettől a megállapodástól, vagy a tervezett megállapodástól, de talán mielőtt erre a kérdésre rátérnénk, beszéljünk arról, ami a megállapodás egészét érintette, hogy egyáltalán lesz-e, lehet ebből valami közép vagy hosszú távon, hiszen ami június 23-án történt Nagy-Britanniában a népszavazás, sok mindent befolyásolt az európai intézmények között, és a Nagy-Britannia az egyik legnagyobb támogatója volt, és talán még mindig ez kiderül a TTIP-nek, vagyis a transatlanti megállapodásnak. Kezdje talán Söpfrin György, hiszen Nagy-Britanniához közelebbi viszonya is van. Nem Nagy-Britanniából indulok ki, hanem az Egyesült Államokból, és szerintem nem lesz TTIP. Soha. Tehát az Egyesült Államok végső soron soha nem fognak ebbe belemenni, nem fog átmenni a szenátuson, alsóházon. Tehát hiába izgulunk. Többször voltam Amerikában az elmúlt 2-3 évben, nagyrészt Washingtonban, és egyértelműen mindenki azt mondja, igen, de nem fog átmenni. A Trans-Pacific, tehát a csendes-óceáni partnerséggel is vannak bajok, és hát az amerikai elnökválasztás is részben arról szól, hogy az észak-amerikai szabadkereskedelmi zóna milyen negatív hatással járt az amerikai gazdaságra. Tehát én azt mondom, hogy oké, soha nem szabad azt mondani, hogy soha. De az elkövetkező 3-4-5 évben nem lesz semmi, tehát tulajdonképpen a beszélgetésnek ezt a részét most lezárhatjuk. Azért a többiek véleményét is megkérdezem, maradjunk ennél az oldalnál. Csáki Pál. Én azért nem mernék ilyen kijelentéseket tenni, ennyire határozott hangon. Azt hiszem néhány szempontot figyelembe kell vennünk valóban, mielőtt a részletekről beszélünk. Az első az, hogy a gondolat eredeti formájában kb. 70 évvel ezelőtt fogalmazódott meg. Az észak-atlanti vagy transatlanti együttműködés együtt formájában ennek az egyik pillére létrejött, és nagyon jól működik máig, és látjuk, hogy mennyire szükségünk van rá. Ez a NATO, ez a kollektív biztonság. És akkor kezdtek el beszélni arról, hogy a gazdasági együttműködés terén is kellene valamilyen hasonló együttműködést létrehozni. Ez a részletek miatt, meg a valószínűleg az érdekek különbözősége miatt máig nem valósult meg. A professzor úrnak abban igazabban, hogy meg kell várnunk egyáltalán az amerikai elnökválasztás eredményét, meg kell várnunk, hogy az amerikai kongresszus milyen változásokon megy át, és egyáltalán az amerikai politika milyen változásokon megy át az óceán túlsó oldalán. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy az új tárgyalásoknak, tehát az elmúlt néhány évben történt előrelépésnek, épp a távol-keleten történt mozgások adtak új energiát. Tehát látták, az amerikaiak látták azt, így van, amerikaiak látták azt, hogy Kína is kezd mozogni, azok az országok valamilyen módon megpróbálnak együttműködni a távol-keleten. Az Amerikai Egyesült Államok egy picit talán be is pánikolt, hogy ő kimarad ebből az együttműködésből, tehát megpróbáltak létrehozni, és létre is hoztak egy együttműködési formát, amelynek igen, megvannak a gyerekbetegségei, ez tény, de a lényeg az, hogy működik, és kialakítottak egy olyan csapatot, egy olyan együttműködési hálózatot, amelyre azért mégiscsak lehet számítani a problémáival együtt, és ugyanezt szeretnék megcsinálni Európával is. Én úgy gondolom, Európának, ha a globális világ szempontjai alapján nézzük, akkor jó az, hogyha van egy nagyon erős, stabil partnere. Jó, hogyha van egy ilyen együttműködési forma. Tény az, hogy az ördög itt is a részletekben rejlik, és az lehet, hogy a sok kis ördög majd megfúrja az egész együttműködést. Meszerics Tamás. Köszönöm szépen. Hát én is osztom Söpfrin képviselő úr véleményét. Abban teljesen biztos vagyok, hogy ebben a ciklusban, amíg mi itt ebben a formában ülünk, nem képzelhető el, és azt sem gondolom, hogy hosszabb távon komoly esélyei lennének. Nem csak a brit népszavazás eredménye miatt, hanem
talán sokkal inkább azért, mert a kanadai szabadkereskedelmi egyezményben végül is eldőlt, hogy ezek nem sima kereskedelmi egyezmények, tehát tagállami parlamentek ratifikálására is szükség van. Ami egyébként logikus volt, hiszen pontosan azzal akart, tehát az eladási folyamat első eleme az volt mind a két szabadkereskedelmi egyezmény, hogy ez valójában sokkal több, mint kereskedelmi egyezmény. Ha ez így van, akkor viszont nem a kereskedelmi egyezmények eljárásrendje szerint kell kezelni, hanem az átfogó egyezmények eljárásrendje szerint. Ez történik, minek következtében bármelyik tagállami parlament egyetlen döntése megvétózza magát a szabadkereskedelmi egyezményt. Nagyon kicsi eséllyel fogadnék rá bármelyik londoni vagy washingtoni bookmakernél, hogy ez át fog menni az összes tagállami parlamenten. Részben azért, bocsánat, mert ennek azért van jelentősége. Részben azért, mert ez nem ugyanaz, mint a távol-keleti kereskedelmi egyezmény, nem ugyanaz a viszony az Egyesült Államok és Európa között, mármint a gazdasági viszony értelmében. Ez egy nagyon sok elemében már régóta integrált két gazdaság, nincsenek olyan kereskedelmi korlátok, amiknek a lebontására feltétlen szükség van, amit egyeztetni kell, azok viszont pontosan olyan elemek, egytől egyig, amik kérdésesek, hogy hogyan kell egyébként a szabályozást egységesíteni, ezt kinek kell ellenőriznie, hogyan kell vitatott vitás eljárásokat eldönteni, ezt megint kinek a felügyeletébe tartozik, melyik jogrendhez fog az illeszkedni, vagy egyikhez se. És egy csomó ilyen részlet, ami nem a kereskedelmi, valójában nem a kereskedelemről szól alapvetően. Somogyi Zoltán a bizottság képviseletében képviselő urak véleményét hallotta. Igen, és nekem Európai Bizottsági Hivatalnokként végül is a helyzetem egyszerűbb. Nem igazán tudok belemenni spekulációkba. Mi hivatalnokokként egyértelműen azt kell, hogy kövessük, amit a politikai vezetőink számunkra iránymutatásként megadnak. És mint ezt ugye önök is tudják, a főbiztos asszonyunk Cecilia Malmström és Michael Froman úr, mikor legutára találkoztak, úgy váltak el egymástól, hogy a tárgyaló delegációnak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a TTIP megállapodás ez év végéig továbbra is ugye megkötésre kerülhessen, vagy legalábbis a tárgyalók megállapodást tudnak jutni. Ennek megfelelően épp a mai napokban is zajlik a TTIP tárgyalásnak a 14. tárgyalási fordulója, kollégák hétfőn kezdtek, holnapi nap folyamán jó magam is csatlakozom a agrár piacra jutási tárgyaló csapathoz, és végezzük a munkánkat. Annyit még talán elmondanék, hogy jelenleg a tárgyalás, ahogy mondják, a középső stádiumban van, tehát még nem fordultunk be a célegyenesbe, a véghajrába, hogy mikor fordulunk be, befordulunk-e egyáltalán, az meghagyom a politikai mestereknek. Hiszen igen, hogyha csak a realitásokat nézzük, akkor hogyha még a célegyenesben nincsenek ott, és az év végéig le kellene zárulni, hát jön azért egy nyári szünet, ősz elegendő lesz-e majd ahhoz, hogy ezek akár a politikai szinten is eredményt hozzanak? Hát ezt meglátjuk mind. Térjünk le, beszéljünk a mezőgazdaságról, és akkor önnél hagynám a szót azzal, hogy a mostani tárgyalási fordulóban a mezőgazdaság terén milyen témák merülnek föl, melyek azok, amelyek ott vannak. Ugye azt tudjuk, hogy már tavasszal is, hogy 97%-ban a vám kérdésekben megállapodás született, de 3%-ban nem. Ezek a vám tarifákra vonatkozó kérdések, ezek pedig jó részt mezőgazdaságot érintenek, és hát persze akkor ott vannak a földrajzi indikátorok kérdése, ott vannak azok a állategészségügyi vagy a standardekhez kapcsolódó kérdések, amelyekben nincs még megállapodás. Most ebben a tegnap kezdődött tárgyalási fordulóban mi az, ami terítéken van, vagy lesz holnap? A tegnapi nap és a mai nap folyamán kollégák tárgyalnak a állat növényegészségügyi szabályozási rendszerekről, hogy hogy tudnánk itt a kereskedelmet könnyebbé tenni. Itt most nem akarok közhelyeket hangoztatni, ugye, hogy mindezt úgy csináljuk, hogy a magas európai szabványokat nem fogjuk csökkenteni, nem fogunk bizonyos nagyon fontos témákban, legyen az GMO szabályozás, vagy hormon, vagy raktopamin növekedési serkentők jóváhagyásában nem fogunk engedményeket tenni.
De ez, mert rengeteg olyan terület van, ahol érdemben kereskedelmi könnyítő lépéseket lehet tenni, ezen dolgoznak a kollégák. A tárgyalások, azt hiszem a tegnapi nap, de talán a mai nap folyamán a földrajzi árujelzőkről is folynak egyeztetések, és a holnapi nap folyamán fogunk a vámokról egyeztetni. Ahogy ön is megjegyezte, a legérzékenyebb 3%-a a vámtarifáknak ez a végszakaszban került tárgyalásra, és hát ahogy beszéltük, még nem tartunk ott, úgyhogy jelenleg az ezen kívüli felmaradó 97%-ot tárgyalunk. Itt próbáljuk aztán mindkét fél jobban megérteni a másikat, hogy milyen átmeneti időszakokkal, mely termékeknél tudunk jelentős vámcsökkentéseket elérni. Még egyszer hangsúlyozom, anélkül, hogy a 3%-ba belemennénk, mert az a végjátéknak a része lesz. Annak ellenére, hogy Söpfrény György azt mondta, hogy szerinte, ön szerint nem lesz ebből semmi, de azért, hogy a mezőgazdaságról beszélünk, akkor ugye komoly egyfelől gazdasági érdekek vannak, másfelől pedig mindannyiunkat érint, hiszen mindannyian elfogyasztjuk azokat a termékeket, amelyek a mezőgazdaságot érintik. Ön hol látja a legfontosabb pontot, hogyha mezőgazdaságról és erről a tárgyalásról beszélünk, illetve a két fél közötti együttműködésről? Ehhez én egyáltalán nem értek. Ez nem az én szakterületem. A kormányzatiságról szívesen beszélek, a mezőgazdaságot csak úgy látom, hogy mit találok az üzletekben. De nyilván fontos téma. Tehát nem lehet kikerülni. Biztos, hogy valakinek fontos, biztos valakinek kevésbé fontos. Én nem tartom központinak. Nekem egyébként komoly kétjeim van, az egész szabadkereskedelmet illeti, hogy ez minden szempontból egy pozitívum. Én el tudok képzelni a helyzeteket, hogy mondjuk Észak-Amerikából valami olyan termék érkezik Európába, hogy kiszorítja az európai terméket, ami esetleg érdekesebb, vagy eredeti, de drágább az előállítása, tehát, vagy fordítva. Tehát én nem vagyok meggyőződve arról, hogy az egész szabadkereskedelmi egyezmény minden szempontból egy ilyen az angyaltól való, hogyha már az ördögről volt szó. Csáki Pál. Söpfrény úr végül is deklaráltad nem szakemberként, elmondta a lényeget, hogy a lényeg mégiscsak az, hogy az európai polgárok mit találnak majd a polcokon, mennyiért, illetőleg milyen minőségben. Innen kell kiindulnunk. Biztos, hogy ez egy nagyon érzékeny téma, és én úgy gondolom, hogy önmagában a mezőgazdasági része ennek az együttműködésnek biztos, nagyon-nagyon fontos lesz, nagyon érzékeny lesz, és ez megtorpedózhatja az egésznek az európai elfogadását is. Tehát biztos, hogy van itt egy mennyiségi kérdés is. Látjuk, hogy az EU-n belül is ez egy nagyon érzékeny téma, problémás téma. Nem csak önmagában a termelés, hanem az mezőgazdasági termelés támogatása ugye a különböző Európai Uniós alapokból. A kis államok, a kis régiók, a kiszolgáltatottabb régiók nagyon izgatottak, idegesek ezzel kapcsolatban. Látjuk azt, hogy ez nem csupán a mezőgazdasági termelés problémája, hanem ez lényegében vidékpolitika is. Tehát a franciák például úgy tekintenek erre, de a spanyolok is többek között, és a nagy államok, olaszok is, hogy hogyan lehet megtartani a lakosságot bizonyos régiókban, és hogyan lehet őket valamilyen módon ösztönözni arra, hogy ott maradjanak, és értelmes. A vidék erejéről beszélünk, így, Magyarországon így van, is. Tehát ez egy nagyon, nagyon összetett téma. És a másik oldala pedig valóban a minőségi kérdések. Ott ugye elsősorban a génmodifikált termékekről beszélünk, és látjuk, hogy az Európai Unióban ebben sincs megállapodás. Tehát ezt jelen pillanatban annyit sikerült ezen a téren elérni, hogy tagállami jogkörben hagytuk ennek a kezelését, és minden tagállam valamilyen módon ezt megpróbálja szabályozni. Na most nekem, hadd álljam el, hogy ez eredeti foglalkozásom vegyészmérnök, kutatómérnök vagyok, tehát picit foglalkoztam ezekkel a témákkal annak idején. Ezt én egy kicsit ilyen Don Quixote-szerű küzdelemnek érzem, tekintettel arra, hogy a modern világban ezek a génmodifikált elemek úgyis átcsúsznak a határon. Tudjuk, hogy a szója esetében már ott van mindenütt. Tudjuk azt, hogy a határokat nem igazán lehet lezárni ilyen szempontból, tehát csak idő kérdése, hogy átkerüljenek ezek az anyagok azokból az államokból, amelyek ezt tolerálják, azokba az államokba is, amelyek nem tolerálják. Tehát biztos, ez egy nagyon komplex kérdés. Annak ellenére én szeretném elmondani, hogy én tartózkodtam a szavazásnál, amikor erről a kérdésről szavaztunk, éppen emiatt, hogy ezt nekünk Európán belül is elsősorban tisztázni kellene. Kérdés, hogyha nem
teszünk semmit, akkor az nem segít-e, tehát változatlan-e, vagy engedjük, feltesszük a kezünket. És én gondolom, hogy jó az, hogyha foglalkozunk vele, és jó az, hogy a TTIP egyfajta nyomást is gyakorol az európai politikára, a bizottságra és a szakértőkre is, hogy újból gondoljuk át ezt az egész kérdéshalmazt, mert ismétlem, visszakerülünk oda, amit Csöprin úr mondott, hogy arról van szó, hogy mit találunk a polcokon, mennyiért és milyen minőségben. És ha szabad ehhez még igen, valamit hozzátenni. Igen, György. Az is egy aggodalmam, hogy sok tekintetben, nem minden területen, az amerikai mezőgazdaság sokkal erősebben tőkésített, mint az európai. Tehát én el tudok képzelni olyan forgatókönyveket, betör az amerikai tőke, és egyes területeken effektíve ellehetetleníti az európai mezőgazdaságot. Én ennek nem örülnék, mert a sokféleség nevében sem. És láttunk erre már példát, tehát hogy a tőke szabad mozgása, ami része a globalizációnak, nagyon komoly alkalomattán negatív következményekkel is jár. Meszerics Tamás. Hát én erre most csak rímelni fogok tudni, amit itt sok kollégától hallottunk valóban. Ez az egyik olyan terület, ami nekem se szakterületem, de kétségtelen, hogy több szempontból is a kereskedelmi tárgyalások homlokterében van, és teljes joga. Olyan területeket érint, amik nagyon távoli szakpolitikákat is közvetlenül tudnak érinteni. Az élelmiszerbiztonság, az mind az egészségügyet, mind általában az anyagbiztonság kérdéseit, mind a szabályozás harmonizációjának a lehetőségét egyszerre érinti. Én is azt gondolom, hogy a nagy kereskedelmi szerződések, a szabadkereskedelem önmagában az se nem jó, se nem rossz. Egy csomó esetben negatív következménnyel jár, főleg akkor, amikor hát a szabályozást gyöngíti a megállapodás, a szabályozási lehetőségeket. Hogy a szabályozási lehetőségekben biztosak lehessünk, hogy ezek legalábbis az európai standardeknek megfelelőek lesznek, ezt én készséggel elhiszem a bizottság részéről, hogy ez a szándék. Hogy ez tud-e a tárgyalások eredménye lenni, abban már jóval kevésbé vagyok biztos. Pontosan azért, mert például élelmiszerbiztonság kérdésében nagyon különböző az amerikai felfogás és az európai felfogás, a szabályozási felfogás maga. Nem feltétlenül a standardek maguk, azok is különböznek, hanem az, hogy mi hogyan juthat piacra, milyen feltételekkel, azt Amerikában alapvetően a megengedő szabályozás, ameddig nem bizonyosodik be, hogy valamilyen kárt okozna, addig ez az engedélyezés, addig engedélyezés alá kerül. Európában ez fordítva van, új termék bevezetésénél bizonyítani kell a nem károkozó természetét az adott terméknek, amennyiben lehetséges egészségügyi hatása, és akkor kapja meg az engedélyt. Nem arról van szó, hogy különböző szintűek, hanem hogy különböző irányból különböző filozófiájuk ezek a szabályozások. Ezt a kettőt összehangolni én azt gondolom, hogy majdnem reménytelen. És nem is gondolom, hogy hasznos lenne. A másik kérdés az meg természetesen az, hogy valóban van itt egy Don Quixote-i küzdelem, amit hát a zöldek hagyományosan az elővigyázatosság elve felől szoktak megközelíteni. Azokról az új fejleményekről, amikről nem tudhatjuk teljes bizonyossággal, hogy a hatásuk pozitíve vagy sem, azokról jobb, hogyha óvatosan gondolkozunk, és a szabályozást a legrosszabb lehetőségekhez igazítjuk, és onnan kezdjük el tágítani, és nem fordítva. Mert hogy megfordíthatatlan jelenségekhez tud vezetni, például a génmódosításnak a gyakorlata. Nem csak arról van szó, hogy ezek betörnek, ezek a génmódosított élelmiszerek, vagy hát génmódosított növények, mondjuk így, ezek a legegyszerűbb esete. Ezt tudjuk, valóban erről van szó, hanem hogy amikor betörtek, onnantól teljességgel ki tudnak szorítani őshonos fajokat úgy, ahogy vannak, és akkor lesz majd valahol egy európai génbank, amiben van 3-4 ilyen DNS minta, és annyi lesz abból az eredeti őshonos növényből összesen Európában. Ezek azt gondolom, hogy önmagában is nettó veszteséget jelentenek. Mi azt gondoljuk, hogy a biodiverzitás általában is védendő, de ezen kívül is, miután nem lehetünk teljesen bizonyosak abban, hogy ezeknek az összhatása mi lesz a fogyasztásra, ezért jobb lenne, hogyha ezt. És a tagállamit hatáskörben hagyjuk, ami hát egy szép elv, de nem fogja megakadályozni, minden esetre annak akadálya lesz, hogy a TTIP tárgyalásokon közvetlen eredményre juthassanak ebben a kérdésben. Somogyi Zoltán, volt néhány felvetés, több is. Garancia, milyen garancia van arra, hogy a nagy tőkeerős amerikai
cégek, illetve az import nem szorítja el ki az európaiakat, akkor az a fajta garancia, ami az élelmiszer vagy az egészségügyi biztonságot illeti, a GMO-t illeti, és hát az a filozófiabeli megközelítés vagy különbség, amit Meszerics Tamás említett. Igen, hát valóban sok érdekes aspektus felmerült. Aggályok is. Aggályok, igen, és mondjuk itt ugye többen nyilatkozták, hogy nekik ez nem a szakterületük. Én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem agrármérnök a végzettségem, és agrárközgazdász is vagyok, és elég sok időt eltöltöttem a magyar közigazgatásban. Annak idején, amikor egyébként csatlakoztam a bizottság kereskedelmi részlegéhez, akkor volt, aki meg is kérdezte, milyen érzés az ellenségnél dolgozni. Ugye Magyarország mindig is szkeptikus volt a piacnyitással kapcsolatban. 2007-ben csatlakoztam a bizottsághoz, és ez pont egy ilyen nagyon érdekes egybeesés volt, hogy 2007 volt az az év, amikor az európai agrár-élelmiszeripar nettó exportőrré vált. Addig mindig többet importáltunk, mint amit exportáltunk. És nagy örömmel látjuk, hogy ez a trend, azt hiszem, talán 2009 évet leszámítva folyamatosan javul, és azt tudni kell, hogy most azt hiszem, közel 130 milliárd euró értékben exportál Európa agrár-élelmiszeripari termékeket a világ számos országába, és az importunk az 110-valahány milliárd, azt hiszem 16-17 milliárd a pozitív egyenlegünk. Érdemes megnézni azt is, hogy a legfontosabb exportpiacunk az Európai Egyesült, az Amerikai Egyesült Államok. Azt hiszem a legutóbbi számok 19 milliárd exportot és 12-13 milliárd euró importot mutatnak. És azt is, hogyha ránézünk ezekre a kereskedelmi adatok, akkor látható, hogy Európa elsősorban magas hozzáadott értékű, feldolgozott agrártermékeket, de nem csak azokat, tehát a búzától a disznóhúson át exportálunk, míg az amerikaiaknak az export képe az majdnem ilyen fejlődő ország képét mutatja, hogy főként tömegtermékeket exportálnak. Egyébként, hogy ránézünk, hogy mi is mit importálunk tőlük, zöldséggyümölcs, különböző dióféléket, rengeteg szóját, ami ugye, mindannyian tudjuk, egy nagyon fontos input. A szójával kapcsolatban szokott legtöbbször a génmódosítás felmerülni. Így van, ezt köszönöm, hogy a rávezetett erre a másik aspektusra. És ugye ez szintén elhangzott, hogy talán a TTIP olyan szempontból hasznos, hogy most középpontba hozza ezeket a dolgokat, és talán egy viszonylag tényszerű, objektív értékelést, elemzést tudunk tenni ebben a GMO témában. Már sokszor hangsúlyoztuk, hogy a TTIP során például a GMO szabályozás nincs a tárgyalási asztalon. Tehát kérdés, hogy ez jó vagy rossz? Szerintem én ezt jó pozitív dologként fogom fel, és talán ezt is mutatja, hogy az amerikai nem akar mindenáron minden európai szabályozást a saját szájuk ízére alakítani. Az amerikai egy dolgot kérnek tőlünk, hogy a saját szabályozásokat tartsunk be, tehát hogyha mondjuk egy GMO növényről az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal azt mondja, hogy ennek nincsenek egészségügyi környezetvédelmi aggályai, akkor igenis ez a jóváhagyás menjen túl a rendszeren, ne üljünk rajta éveket, hónapokat mindenfajta politikai okok miatt. És ugye szintén elhangzott, hogy a tagállamok is eltérő módon közelítik meg ezt a kérdést, és itt talán a biodiverzitásnál maradva szintén hangsúlyoznám, hogy a GMO termesztés, az ugye már pár éve tagállami hatáskörben van, Magyarország ugye alkotmányosan deklaráltan GMO-mentes ország. Senki nem kényszerít rá minket arra, és nem is fog a jövőben sem, hogy GMO-t termesszünk. Itt egy dologról van szó, hogy kivéve a szél, de hát ha megnézzük, hogy milyen termékeknek vannak ugye a GMO vonalon elsősorban köztermesztésben, itt kukoricáról és főként szójáról beszélünk. Magyarországon ugye Boly környékén van komolyabb szója a termesztés, de azt hiszem 30-40 ezer hektáron 100 ezer tonnányi szóját termelünk, miközben több mint 500 000 tonnányi szója darát és szója magot importálunk, ami szükséges ugye az európai vagy a magyar abrakfogyasztó állatállománynak a takarmányozására. Tehát én úgy látom, hogy nem csak az EU-s a szabályozásnál és a két oldalú kapcsolatoknál, hogy ez az európai mezőgazdaság, ami nagyon jó minőséget, nagyon jó értéket képvisel,
Ennek az európai agrár, élelmiszeriparnak és mezőgazdaságnak a számára a nemzetközi kereskedelem inkább lehetőséget jelent, mint veszélyt. És itt ugye talán az is felmerül, hogy nem csak az USA-val tárgyalunk, hanem jó pár harmadik országban vannak tárgyalások. Épp azt hiszem a nyár után, talán ősz folyamán a bizottság ki fog jönni egy ilyen összesített hatástanulmánnyal, ami ezeknek az összes nemrégiben kötött, vagy éppen tárgyalás alatt álló tárgyalásoknak az agrár hatásait fogja vizsgálni. Én bízom benne, hogy elég sok pozitív eredményt fogunk abban látni. Képviselő urak, Mezerics Tamás. Tényleg azzal együtt is, hogy nem a területem, de az utolsó kérdésben azért visszakérdeznék, mert hogy tényleg erről nincsen elég információm, de van nekem is egy félelmem, ami túlmegy azon, hogy az európai mezőgazdaságot hogyan érinti közvetlenül ez a tárgyalás. Azt szeretném tudni, hogy ön szerint hogyan érinti az európai élelmiszerimportot a harmadik világból, teszem azt Észak-Afrikából. Mert hogy ennek politikai jelentősége van a déli szomszédság politika szempontjából, hogy képesek vagyunk-e olyan gazdasági kapcsolatokat kialakítani azzal a régióval, ami hát alapvetően nekik is segít. Az egyik félelmem az, hogy az agrár import az Egyesült Államokból pontosan ezeket fogja kiszorítani. Tehát, hogyha ránézünk még egyszer a profilra, amit Amerika exportál Európa felé, ez a veszély nem nagyon áll föl, mert más termékkörökről van szó, és ugye főleg a legkevésbé fejlett, fejlődő afrikai, ázsiai országok, karibi országokkal Európának nagyon speciális kereskedelmi kapcsolatrendszere van. Akiknek inkább tartani kell az EU-USA szorosabb gazdasági kereskedelmi kapcsolatoktól, ezek az egyéb nagyon versenyképes agrár beszállítók, például Brazília, Thaiföld, akár Ausztrália, Új-Zéland. Érdekes, hogy ennek a programnak a meghirdetése során volt egy hivatkozás különböző hatástanulmányokra, ahol ugye mutatják, hogy a kereskedelem hogy fog alakulni, hány milliárd euróval többet fogunk importálni, exportálni. És szőrmentén megemlítik, hogy itt van egy nagyon fontos hatás, amire az önkérdése is vonatkozott, hogy az megnövekvő EU-USA kétoldalú kereskedelem hogy fogja kiszorítani az eddigi egyéb termelőket, és egyébként a legnagyobb hatás rajtuk lesz például, hogyha netán több marhahús vagy disznóhús fog érkezni Amerikából Európába, akkor ez nem elsősorban az európai marha és disznóhús termelőkre fog hatni, hanem mondjuk a Brazíliára, vagy éppen Ausztrália, vagy Uruguayra, akik jelenleg az import nagy részét szállítják Európába. Persze, ez nagyon érdekes. Persze, amikor marhahúsról van, húsimportról van szó, akkor mindig felmerül az a szempont, ami már azért elhangzott, hogy az élelmiszerbiztonság és a standardek, az előírások azok ennyire felelnek meg az európainak, vagy éppen az európai fogyasztó mit mond? Mit tüntetnek fel a üzletben látható áru csomagolásán? Milyen információkat? Hiszen ez is egy komoly vitapont, hogy mi az, ami szerepel az árukon? Milyen címkézés van? Vagy olyan megoldási javaslat is felmerült, hogy az a címke az csak egy elektronikus formában olvasható, ugye mobiltelefonon olvasható címke legyen, ami rajta van minden információ, de hát hogyha ott áll a vásárló az üzletben az áru előtt, akkor csak azt látja, hogy az alapi adatokat. Söpfény György. Elképzelhető, hogy egyes vásárlóknak nincs okostelefonjuk. Tehát az idősebb korosztályokat ez mindenképpen diszkriminálja a negatív előjellel. Tehát, hogyha oda jön valaki... Nincs erről döntés, csak felmerült a tárgyalásokat. De mondom, hogy pontosan ilyenekről kell vitatkozni, hogy milyen hatással lesznek ezek az eljárások. A címkézés szerintem elengedhetetlen fontos. Itt vannak különféle problémák, hogy elég gyakran például Magyarországon import termékre valami alig olvasható címke van ráragasztva. És nagyrészt németül, gyakran lengyelül van olvasható a termék lényege, és aztán parányi betűkkel. És akkor, hogyha valaki igazából mondjuk úgy már nem 23 éves, és nem tudja elolvasni, akkor mi történik? Akkor mi a fajta segítséget fog kapni? Szerintem ezeket szabályozni kell, már csak azért is, mert a társadalom teljes egészében öregszik. Tehát tudom, hogy nagyon divatos fiatalnak lenni. De a valóság az, hogy
A mostani 25-35 évesek lehet, hogy 130 évig fognak élni, tehát az egész társadalom súlya elindul egy teljesen más irányba, ahol az idősebb korosztályok lesznek dominálóak. Most ezeket figyelembe kell venni már most. Zsáki Pál hogyan én látja? Még egy adatot azért közbevetnék itt az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi mérleg, mezőgazdaságot illető mérleget, hogy igen, ez a 19-13 milliárd, tehát az európai többlet az a 6 milliárd euró, de ez főként az égetett szeszes italok és a bornak köszönhető, hogyha ezt levesszük, akkor nagyjából egálban van a kettő. Zsáki Pál. Mármint, hogy újból alkoholellenes programot kellene az Amerikai Egyesült Államokba bevezetni, nem hiszem, hogy ennek túl nagy sikere lenne. De vissza a kérdés lényegéhez. Természetesen ugye most a fogyasztóvédelemről beszélünk, és ha megnézzük azt, hogy egyáltalán ennél az asztalnál mi hangzott el, és a viták során mi hangzik el, akkor én már is pozitívumnak értékelem azt, hogy újra kell gondolnunk, és újra gondoljuk ezeket az összefüggéseket is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez jó az európai fogyasztók számára. Jó az, hogyha újból a globalizált világ feltételei közé behelyezzük magunkat. Ugyanakkor azok az összefüggések, amelyekről itt is szó volt, hogy trükközések vannak, ezek valóban létező problémák, valóban már most is sokan igyekeznek megkerülni a jelenlegi szabályozásokat is, és szerintem ennek kapcsán most megint meg kell nézni azt, hogy hol lazák a mi szabályaink. Tehát lehet, hogy a TTIP tárgyalás sorozat ehhez is hozzá fog járulni. Biztos, hogy fontos, és kiemelten fontos, és nagyon érzékeny a mezőgazdaság témája, de azért lássuk be azt is, hogy a TTIP sokkal többről szól ennél. Valóban a globalizált világ nagy kihívásaira próbál valamilyen módon megállapodást találni, vagy megoldást találni. Tény az, hogy mi ennél az asztalnál is próbálunk tisztességgel végigmenni az egyes részkérdéseken, de hát a puding próbája Dél-Kelet-Ázsiában is az evés volt, tehát valószínűleg az, hogy ez hogy fog működni, ezt csak akkor tudjuk majd bemérni, ha egyáltalán ebből lesz valami és elkezd működni. Tudjuk azt is, hogy Amerikában is ez azért egy érzékeny belpolitikai kérdés is. Láttuk Hillary Clinton véleményét, nyilatkozatait ezzel kapcsolatban, amelyek szintén szkeptikusak voltak. Látjuk az ottani érvrendszer is. Európában pedig azt is látjuk, hogy az ipar, a nagy gazdaság, és ennek kapcsán, ennek folyamányaként a németek azok, akik a legjobban szorgalmazzák, hogy ki ne maradjanak a nagy európai és világ folyamatokból, és bizonyos szabályozások keretében, norma előkészítés keretében, nehogy Európa lecsúszson, és a világ más gazdaságilag erős régiói diktálják aztán nekünk azt, hogy a fejlődés milyen területeken, milyen irányba menjen. Szóba került, igen, a nagy szereplők szóba kerültek, akkor zárjuk azzal, hogy mi a helyzet a gazdaság kis szereplőivel, a kis termelőkkel, akár a mezőgazdaságban legyen, de akár bármelyik más szektorban a kis- és középvállalkozásokkal és az ő érdekeikkel. Persze egyrészt azt el lehet mondani, hogy beszállítóként részt tudnak venni a termelési láncban, de hát önálló szereplőként. Én szerintem a finom struktúra behangolása az, ami a legfontosabb ebből a szempontból, és szerintem itt védeni lehet őket, meg lehet találni azokat az egyensúlyokat, amelyek védik őket, illetve a lehetőségeiket garantálják, de ismétlem nem egyszerű a kérdés, és biztos, én szerintem is ez még egy hosszú téma lesz, de hát biztos, hogy nem a holnap után elkészítendő végleges szövegről tudunk vitatkozni, ennek még több fordulója lesz. Szerintem nagyjából egyetértek, igazából csak arra tudok visszatérni, amit korábban mondtam, a tőke kérdése. Tehát, hogy Európa sok területén az őstermelők, a kistermelőknek egy része gyenge a tőkésítésben. És itt van a félelmem, hogy az amerikai tőke ezeket el fogja söpörni. És akkor gyengül a biodiverzitás, nagyon sok minden. Akkor már nem lenne mangalica például, nem lenne magyar bor, vagy kisebb mértékben. Tehát ilyen problémákkal kell szembenéznünk, és nem vagyok arról meggyőződve, hogy az Európai Unióból ez úgy látszik, mint ahogy én látom. Neszerics Tamás. Hát annyi van talán a politikai részét, amit Csáki Pál elmondott, azért annyit hozzátennék, hogy valóban a német gazdaság a leginkább érdekelt, vagy úgy tűnik, hogy a német gazdasági szereplők a leginkább érdekeltek ennek az előmozdításában, de ugyanakkor Németországban a legnagyobb az ellenérzés is ugyanezzel a szabadkereskedelmi egyezménnyel politikai szinten. És
hát nem kis mértékben ennek köszönhető, amit a német, ami Németországban lezajlott kampánynak köszönhető az is, hogy Európa nagyobb részén most már komolyan tisztában vannak, hát legalábbis Nyugat-Európában a lakosság jelentős része azzal, hogy miről van szó, hogy ezek mit tartalmaznak. Sokkal többet tudnak róla, mint 3 évvel ezelőtt, és ez nem kis mértékben a német aktivitásnak köszönhető, mind a két oldalon egyébként. Az kétségtelen, hogy én személyesen föl nem tudom fogni, hogy miért jó az, hogy marhahúst utaztatunk 3000 kilométeren, hogy ennek lehet gazdasági értelme, azt én nem vonom kétségbe. De hogy a két agrártermelésében is leggazdagabb régióról beszélünk, hogy ezek miért nem tudják helyben megoldani az ilyen igényeiket, az számomra bizonyos értelemben egy érthetetlen folyamat. És ezért gondolom azt, hogy jelentősége van annak, amit mondjuk a címkézésnél figyelembe kell venni. Szerintem vagyunk jó páran Európában, akiknek az fontos, hogy ne járuljunk hozzá mondjuk a klímaváltozáshoz azzal, hogy égtelen mennyiségű élelmiszert égtelen nagy tartályhajókon, repülőkön utaztatunk kontinensek között, holott az helyben is elérhető lenne. Nem is beszélve arról, hogy én sem bízom abban, feltétlenül, hogy minden tagállam a megfelelő politikával képes lesz ténylegesen támogatni a kis és közép vállalkozásokat az agrárszektorban, mert ez amúgy is egy nagyon nehéz területe az európai agrárpolitikának tagállami szinten. Köszönöm, és Somogyi Zoltán reagálhat. Talán 2-3 dologra reagálnék, igen. A címkérdés és egyéb ilyen szabadási oldalak, ezeket én nem vonnám a TTIP hatály alá, itt a TTIP-től függetlenül meg lesz Európának a saját szabályozási joga, ez szintén nem egyszer hangsúlyoztak, és ez valóban így is van. Nagyon sok területen lehet a kereskedelmet könnyebbé tenni, és itt egyébként a kis és középvállalkozásokra külön hangsúlyt fektetnek a kollégák a tárgyalások során, és hogyan is mondta, nem csak arról van szó, hogy értelemszerűen, hogyha egy agrárélelmiszeripari kereskedelem növekszik, akkor a beszállítói rész is ugye ebből profitálni tud. Itt arról is van szó például, csak a konkrét a földrajzi árujelzéknél maradva, nagyon sok földrajzi árujelző jön kistermelőktől, kis és közepes vállalkozásoktól, akiknek mondjuk nincs arra pénze, hogy Amerikában jogászokat fogadjanak fel arra, hogyha valaki netán visszaél az ő általuk jogosan birtokolt árujelzőkkel. Klímaváltozás szóba került, itt is hangsúlyoznám, hogy valóban ugye ez egy nagyon komplex csomag ez a TTIP tárgyalás, itt a fenntartható fejlődés és a klímakérdések is egy külön fejezetet érdemelnek, és egy agrármérnökként egy tök konkrét példa, ugye mondta, hogy nem érti, hogy miért nem csinálunk mi mindent a saját helyünkön, ahelyett, hogy termékeket utaztatnánk. Erre csak egy példa a szója, amiről korábban beszéltünk. Itt nagyon egyszerűen csak a verseny lehetőségekről van szó, hogy ki miben jobb. Európa közel 36 millió tonna szójamag ekvivalens, szójamag egyenérték. 36 millió tonnányi szójamagnak megfelelő darát és egyéb fehérje takarmány dolgoz fel, miközben önmaga kb. 1 millió tonnát termel. Lehetne növelni a termőterületet, de akkor elvennénk olyan termékektől a termőterületet, mint például a búza, amiben Európa versenyképesebb, mint Amerika, és 6 milliárd euró értékben exportálunk. Tehát itt egy kicsit, persze vannak ugye határok, nem szabad elmenni extremitásba, de nagyon fontos, hogy ne kezdjünk el ismét mondjuk gyapott programot Magyarországon, inkább importáljuk. Én mondom ezt, én alapvetően állati termékekről beszéltem, azt nem értem, hogy azt miért kell utaztatni magunkat. Azt hiszem erre a kérdésre a választ egy következő beszélgetésben fogjuk megkapni. Meszerics Tamásnak, Somogyi Zoltánnak, Söprény Györgynek és Csáki Pálnak köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen.